Család, biztonság, egyenlő Volvo, mondta Ördög Nóra a Vella Autó Kft. Szalonjának megnyitóján. A márka az elmúlt években óriási ráncfelvarráson esett át, és ezt követte a szalonok megújulása is. A nyíregyházi az utolsó volt az országban, de több szempontból is megérte várni a beruházásra. A beruházás teljes költségvetése 120 millió forint volt, ennek a 50%-a pályázati forrásból került finanszírozásra. Egy munkahelyteremtő, munkahely megtartó pályázatról van szó. Amire különösen büszkék vagyunk ezzel kapcsolatban, hogy a koronavírusra való tekintette kialakult helyzet tükrében nem kellett megválnunk senkitől, a cégnél nem kellett elbocsátásokat végrehajtani, sőt a munkahely megtartás mellett egy garantált fizetésemelést is vállaltunk az elkövetkezendő 3 évre. Az elmúlt időszak nem hatott épp kedvezően az autóiparra, ennek ellenére is végre tudtak hajtani egy ekkora beruházást. Amikor itt volt júliusban a Varga miniszter úr, akkor is egy olyan cégnél voltunk, aki hasonló a Vella Kft.-hez, akik állandóan megújulnak, alkalmazkodnak a piaci igényekhez, és nagyon tudnak élni a pályázati lehetőségekkel, ez is fontos. Nagyon fontos a városnak, a város gazdaságának, hogy ne csak a nagy cégek legyenek, hanem kis-középvállalkozásokban is ilyen innovatív, és ráadásul tőzsgyökeres nyíregyházi családi cég, akik több portfóliót is felépítettek az elmúlt, most már azt hiszem 30 év alatt, és a fontos az is, hogy van, aki tovább vigye már a második generáció, én sok ilyen céget szeretnék nyíregyházán. A tulajdonosok ugyan sokkal büszkébbek arra, hogy minden alkalmazottuknak garantálni tudják az állását és a fizetését is. Fontos azt is megemlíteni, hogy a szalon 70 négyzetméterrel bővült modern, skandináv hangulatú lett, ami hűen tükrözi a márkát is.